Vendégeink, kedves fiatalok! Ma, április 11-e, a költészet napja van, amely egyben József Attila és Márai Sándor születésnapja. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen az irodalmi estén, itt a Művelődési Központban. Vendégeink között tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kapus Krisztián polgármester urat, országgyűlési képviselőnket, köszöntöm Kapus Béla és Juhász István díszpolgárainkat. Köszöntöm dr. Garai István országgyűlési képviselőt. És nagy tisztelettel köszöntöm a ma közreműködő Móra gimnázium igazgatóját, Rosta Ferenc igazgatóját. Egyben köszöntöm a Félegyházi Irodalmi Alapítvány kuratóriumának tagjait, és a ma meghívottakat, akik díjakat kapnak. Kedves vendégeink, felkérem Kapus Krisztián polgármester urat, mondja el költészetnapi gondolatait. Tisztelettel köszöntök mindenkit és azt a sok fiatalt is, aki itt van a színpadon, hiszen úgy gondolom, hogy nem csak azért jöttek, hogy megnézzék a diák társaikat, hanem egy kicsit remélem, hogy a költészetből is csöpögtethetünk belétek. Tisztelettel köszöntöm pedagógus kollégákat és leginkább is azokat a költészet napján, akik egy kicsit rímfaragók, egy kicsit írók, akik egy kicsit szeretnek írni, kiírni magukból. És sokszor azt mondom, hogy a költészet napján talán még a fotósokat is, Attilát is köszöntöm, hiszen sokszor a fotósok számára is fontos az önkifejezés eszköze, csak hát nyilván ez nem írásban van, hanem gépen. Engedjék meg, hogy Pilinszky János József Attila emlékkönyve című művében a következőket írta. Mikor meghalt, nem volt semmije, és ma, költők tudják csak igazán, egész világ a birtoka, fűszálak és csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket büntetlenül senki többé el nem vehet tőle. Mozarti tehetség volt, a legbonyolultabb és a legegyszerűbb, a legmélyebb és a legtörékenyebb, a legsúlyosabb és a legáttetszőbb. Adi titáni erőfeszítése után ezért vették őt észre, hogy kevesen. A legkülönbeket az ember mindig rossz irányból várják az emberek. Neki nem voltak fejedelmi prózai, mint Adinak, nem ismerte a romantikus díszeket, a legmerészebb kísérleteit is, a tökéig megoldotta. Kedves vendégek! 1964 óta ünnepeljük-e napon a költészetet, mert József Attila születésnapjának időpontja, aki ezen napon 1905. április 11-én született, és itt kell megemlítenem Márai Sándort is, aki 1900-ban április 11-én született. Sajnos nem olyan kort élünk, hogy a vers, a tisztán szólás szava és erkölcse érvényt szerezhessen magának. Mert a pénz csörömpöli tele a jobb sorsra érdemes világot, a tőkéseké a haszon, a líra bujdokolni kényszerül. De ez a bujdosás sosem megsemmisülés, hanem kivárás, a csend a robbanása. Azért csendé, amelyet József Attila is magában hordozott, akinek füle van a meghallásra, érzékelni tudja, hogy ma nincs nagyobb szükségünk másra, mint erre a csendre. Az építkező öröm és az összekuszálódott világ dolgait kiegyenesítő bátorság csendjére. A költő áprilisi születésnapja sokak számára aranybetűs ünnep minden évben. A vers szépségének adózva kiki megszülheti magában az ő József Attiláját. A dacosat, a gyémát, ubikájút, a szegénységgel viselőset, ugyanakkor a leggazdagabbat, aki nem hagyta meggörbülni a világ gyémánt tengelyét. Aki Isten kereső hitében zuzmarás pillanatai ellenére rátalált az emberre. Emberségi hitével arra ösztönözte, hogy ne legyen kiszolgáltatott, hogy ne hagyja magát megalázni, üvöltse világgá fájdalmát, a nagyon fáj. Hogy az űrmélyi csendben az is meghallhassa kozmikus panaszát, aki eddig jobbára csak a saját zsebére ügyelt. A művészet fókuszában az irodalommal csodákra képes. Fölrázhatja a gyakran elalvó vagy éppen a mindennapi betevő falatjának előteremtésében, ebben az egyre irdatlanabb munkában megfáradt vándort, hogy hitét ne a senkikre pazarolja. Ki fűt fel akik öt szobát, amikor mások nyomorognak,
az más aljasságokra is képes. József Attila, a ma is élőnél élőbb, tudta, hogy csak a törvény a tiszta beszéd, és aki a karcolt jelet a téli éjszakára, hogy megmérhesse, mint birtokát a tulajdonosa, van-e mozdulni erő föl a szabadba, hogy a szikrázó csillagok átütvén a tél üvegét ne égessenek, hanem világítsanak. A lírába pólyált szó, ha átvérzik is némely korakötés, csodaszer az ember és a világ kiüresedésére. Gyógyszer, amelynek ezer betegséget legyőzvén föltámasztó ereje is van. Kelj fel és járj, mondja bibliai hevülettel, hiszen ebben a testet és lelket egyként megedző szorgosságban dolgozni csak pontosan, szépen. A szellem ugyancsak építkezik. Nem mások ellenében, hanem ők maga üdvéért. Hogy ezzel a gerinc egyenesítő próbával a vers, magatartás, erkölcs, közösség is gyarapodhassék. Korunkban, lásd a porondott előzöndőket, soka nemtelen beszéd. Mi több, fertőz a meg nem gondolt gondolat, a száj zsibmására csupán szavakat árul, amelyeknek hiába a kofa elé kötött látszólag tiszta kötény, nincsen hitelük. A költészet napja azért is ünnep, hogy a tisztálkodáskor klasszikusaink fogják a kezünket, meg fürdőzhetünk a magyar nyelvezetben. Örömünket csak fokozza, hogy éppen 80 éve született a világirodalom egyik legszebb szerelmes verse, az Óda. Költeményével József Attila kihasított egy részt a világmindenségből, ám kozmoszának nincsen határa. Mint ahogy költészetének sincs, ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. A szigorúan elvárt teljesítmény méltánylására szakosodott korunkban különös bátorsága van, ha valaki verses kötetet vesz a kezébe. Mert úgymond veszíti az idejét, hátráltatja napi munkáját, esetleg lemarad a tévé friss híradásáról, vagy éppen a Facebook bejegyzésekről. A versolvasásért tehát nem jár jutalom. Már az is dicséretnek számít, ha elkerüljük a szánakozó mosolyt. Bátorságra val tovább a vers megjelenítése is, mert az, amit egyedül magányunkban olvasom, másként hangzik az a pódiumról, és megint másként társaságban. Bár némi változás állt be, összességében ezen a téren is harsogó, szavaló helyett inkább szöveget értelmező versmondót szokás immár mondani. Miért mégis a vers a költészet? Egyszerűbben is világosabban fogalmaz Babits Mihály, egyben megadva a mindenkori költő valódi programját. Csak én bírok versemnek hőse lenni, a mindenséget vágyom versbe venni. Joggal állíthatnánk persze mindezek után, hogy az olvasót és az előadót követően bátornak minősül maga a költő is, hiszen kitárulkozásában állandóan és védtelenül is leplezi önmagát. Ám hogyan áll össze mindebből a költészet ünnepe? Egyáltalán mely oldalról közelít felénk a vers és milyen intenzitással? Éppen az imént említett Babitsról jegyzeteli szervonttal a következő sorban. Amikor pedig íróvá öregedtem, Babits minden egyes verse úgy érkezett hozzám, mint hívőhöz a pápai bulla, mint csapattiszthez a fentről jött parancs, mint külországban élő követhez a titkos utasítás. El kell gondolkodnunk, érkezhet-e így ma vers hozzánk? Vagy csak egészen ritka alkalom és hangulat szülni a kivételes pillanatot manapság? A válasz nem könnyű. Nyilván nincs is egyetlen megoldás. Mégis megkockáztathatjuk, a vers tovább olvasása az a döntő. És ekkor már nem az a lényeges, amire egyes magyar tanárok a diákoknál unosultalan rákérdeznek, nevezetesen, hogy mit akart mondani a költő, hanem a vers belső továbbgondolása, személyessé tétele is az újra felfedezése. Avagy a vers megérintése a felesleges pátosz és életrajzadatok tömkelegén nélkül. Az ünnep a közelségben és a közelítésben rejtezik. És minden most leírt versben ott van minden korábbi. Korábban a kezdetektől. A látóhatáron feltűnt az első nagy egyéniség, Janus Pannonius, majd a világirodalmi léptékű Balassi Bálint tartósnak bizonyuló versteremtő eszközeivel, hogy a képzeletünkben ott csodakozzék aztán kivont kardjával Zrínyi Miklós, vagány diákként meg Csokonai. Vörös Martit ketten készítik elő, a művelt kölcsei és a görögös indulatoktól hevülő verzsenyi. S lám már a csoda gyerekhez, Petőfihez értünk, és barátjához, Aranyhoz, aki mindmáig mértéke a magyar nyelvnek. Majd érkezhetett Adi. És minden szabályt felforgató ellenpárjaként Babits, a versformák mestereként, közben persze a nyugati nemzedék,
Juhász Gyula, Tóth Árpád, Füstminán, Kassák, és nem különben Kosztolányi, a Szorongásos Polgár, verses önilletrajzíróként Szabó Lőrinc, Jégmezők tisztaságával József Attila, akit a rend költőjeként tartunk számon. Vörös Sándor viszont pazar játékossága zsonglőrjeként, de ne felejtsük ki Radnótit, Ijjés Gyulát, Pilinszkit és a többieket. A költészet napja, József Attila születésnapja alkalmával. Azt is el kell mondanom, hogy József Attila tudatosította bennem, hogy nem tehetünk mást felnőttként sem, mint hogy elrejtjük álmainkat, és csak szívünkben melengedjük a reményt, hogy álmaink megvalósíthatókká válnak egyszer, mindezt a következő képen fejezi ki versében. Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárt ki azt. Amit szemeddel sejtesz, szíveddel várt ki azt. Kívánom tehát mindannyiunknak, hogy a költészet napján félárva zseni költő József Attila üzenete adjon kitet a mindennapjaink gondjai és problémáink megoldásában és elviselésében, hiszen ha sokan és együtt akarjuk, sikerülni fog egy szebb, békésebb és élhetőbb jövőt teremteni magunknak és utódainak is, és ezzel álmainkat is majd megvalósíthatjuk. Én kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat. Köszönöm a Móra Ferenc Gimnázium tanulóinak, hogy erre a Radnóti estre ma felkészülnek. És köszönöm szépen a Kiskunfél Egyházi Irodalmi Alapítványnak, Mindák József tanár úrnak, hogy az idei esztendőben is kiírásra került az Irodalmi Alapítvány kiírása, és sokan pályáztak erre, még őket is ünnepelni fogjuk ma. Köszönöm szépen a figyelmet.